ma délelőtt érkezett meg a kárpáti borzderes tehén Balaton-Szentgyörgyre. Az állatot almásházáról szállították a Somogy megyei településre, ahol azonnal új otthonába vezették. A szarvasmarha jelenleg vemhes, a borjú az előrejelzések szerint a következő hetekben fog a világra jönni. A kárpáti borzderes nagyon szelíd természetű, az időjárás viszontagságaival szemben ellenálló, így a kárridegtartásra is alkalmas. Gyakorlatilag ugye a borzderesek családjának az egyik tagja. Ugye ez valamikor egy magyar őshonos fajta volt, aztán ugye, mint a legtöbb őshonos fajta, ugye ő is eltűnt a háború idejébe ugye Magyarországról. Az állat különlegessége, hogy szemben a magyar szürkemarhával, ez a fajta 3-as hasznosítású, mivel teje és húsa is kiváló, valamint igázásra is tökéletesen alkalmas. Ennek ellenére mégis körülbelül 200 anyatehén van nyilvántartva az országban ebből a fajtából. Ennek oka lehet, hogy egyre inkább megszűnőben vannak a háztáji gazdaságok. A Csillagvár Múzeum állatparkjában több őshonos magyar állat is megtalálható. Az új borzderessel bővült a látható egyedek száma. Elsősorban ugye mi a fajtával szeretnénk most már megismerkedni, tehát egy éve ismerkedünk papíralapon, és akkor most egy kicsit ugye a gyakorlati részébe is betekintünk, és nagyon szeretnénk tartani mi is ezt a fajtát. Itt elsősorban ugye bemutató célra lesz, és egy olyan célzattal, mivel ahogy mondott, egy nagyon szelíd jámborjószágról, fajtáról beszélünk, tehát hogy kicsit közelebb tudjanak az emberek hozzá kerülni, tudjanak, hát úgymond szarvasmarhát megérinteni. Ország Béla elmondta, a fajta évekkel ezelőtt teljesen eltűnt hazánkból. Az erdélyi havasokban tartottak meg pár egyedet, az ő segítségükkel tudtak fajta megőrző programot elindítani. Ezt Magyarországon a Debreceni Egyetem kezdte meg több mint 10 éve. Ebben egy mintagazdaság segít, melynek keretében a háztáji állattartás felélesztését is célul tűzték ki a fajta megmentése mellett. A sikeres fajta fenntartó program lehetővé tenné, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarha Magyarországon is önálló fajtaként legyen bejegyezve, ez pedig hozzájárulna ahhoz, hogy az állat genetikai állománya fent maradjon. A Keszthelyi Televízió híradóját Lendvai Bianca tudósította.